Jó reggelt kívánok, 2021. augusztus 24-én kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, te adsz és elveszel. Ha kedves te előtted felvirasztasz egy következő napra, de ez nem természetes dolog. Nem természetes dolog olyan sok minden, amit mi annak veszünk. Köszönjük, hogy kirendeled a mindennapi kenyeret. Köszönjük, amikor megóvsz minket a kísértésektől. Köszönjük, amikor megadod a napi szükségleteinken túl mindazokat, amik talán luxusnak és kényelemnek számítanak. Urunk, kérünk, hogy te légy most is közöttünk szent lelked által. Ha kedves te előtted, ajándékozz meg minket a te igéd üzenetével, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt, a Márk írása szerint való evangélium 12. részének az első 17 versét a következőképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbeadta szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba fűbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután sok más szolgát is, némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert ezt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és a miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy egy kérdéssel csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte. Kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császári. Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, ma reggel az izsófalvai református templomnak a képét tettem fel, gyász szalaggal. Tegnap este kaptuk a hírt, hogy Gál Katalin, az izsófalvai lelkipásztor testvérünk elment a mindenföldi útján, és Isten visszaszólította őt. Nem tudjuk, mennyi időnk van a földön. Nem tudjuk, hogy Isten szolgáival kivel, hogyan bánnak. Még a templomban vagyunk, amikor Jézust kérdezik a hatalmáról, vének, főpapok, írástudók, és Jézus találós kérdést tesz fel nekik. És amikor erre nem tudnak válaszolni, akkor elmondja nekik
a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatot, amely azt mutatja meg, hogy Isten mennyire szereti az embert, és milyen sokszor szolgákat küld hozzá, hol úgymond hivatásosakat, hol úgymond önkénteseket, akik Isten igéjét szólják nekünk, azok Isten szolgái. Hogyan bánunk velük? Azt gondolom, ma már nem kérdés, hogy akiben felismerik az Isten szolgáját, azt legalábbis Magyarországon nem szokták bántani. Szabad nekünk gondolnunk Afganisztánra, ahol a hírek szerint már tudatosan, céltudatosan keresik a keresztényeket, akinek a telefonján bibliai applikációt vagy idézetet találnak, azt halálra ítélik. Igenis üldözik a kereszténységet, és nem olvassuk azt, hogy a nagy jogvédő szervezetek most fellépnének. Isten szolgáit régen is üldözték, és előfordul ma is. Nem úgy, mint korábban, hanem csak nem veszik komolyan, legyintenek. Nem olyan fontos dolog az Istennek az igéje. Te hogy állsz az Isten üzenetéhez, amikor szolgákat küld hozzád, hogy add meg neki azt a részt, ami őt illeti? Amikor az Úr Jézus Krisztus elmondja ezt a példázatot, hozzáteszi a sarokkőnek a példázatát, amely a zárókő, amely egybefogja a bolt ívet, és az erejét tulajdonképpen annak köszönheti. Leonardo da Vincinek tulajdonítják azt a mondást, a boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség, amelyből végtelen erő keretkezik. A boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség, amelyből végtelen erő keletkezik. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ő jelen lesz közöttük. Akárcsak ha ketten tudnak egy dologért imádkozni, hatalmas erő lehet belőle. A felismerés dühe az, amely jelen van, amikor felismerik az ott lévő farizeusok, írástudók, főpapok, vének, hogy róluk van szó. Hogy a példázat, amelyet elmond Jézus, az őket példázza. Te felismerted már? Volt már, hogy szíven talált az ige, hogy rájöttél, hogy rólam van szó. Bárcsak minden alkalommal megtalálnám azt az üzenetet, amely nekem szól, amelyben benne vagyok, hogy rólam van szó. Amikor felismerem, hogy rólam van szó, kétféle módon lehet reagálni. Itt azt olvassuk, hogy ott hagyták őt. Ez az egyik reakció, nem törődnek vele. A másik reakció, hogy leborulsz előtte, és elfogadod a neked szóló üzenetét. De amint elmennek az írástudók, már ott is vannak a Heródes pártiak, hogy tovább kísértsék Jézust. Ezt olvassuk, hogy beszédben akarják csapdába csalni. És valóban. A nyelv az tör. Jakab levelének a harmadik részét tessék elolvasni, és megtudhatjuk, mennyire csapda a saját nyelvünk is, magunknak és másoknak. Aki beszédében nem vétkezik, na az valami. Az Úr Jézus megpróbálják beszédben törbe csalni. Milyen furcsa. Azt akarják szóval csapdába csalni, aki maga a testélet ige. De Istent nem lehet becsapni. Feltesznek neki egy kérdést, és azonnal átlátja a szándékokat. Azt mondja, hogy miért kísértetek engem? És te? Miért kísérted Istent, és meddig kísérted még Istent? Hányszor kell még elmagyarázza, hogy mennyire szeret? Hányszor kell még egyértelműen elmondja, hogy mi a feladatod, hogy mi a szándékod? Én pedig hajlamos vagyok halogatni. Hajlamos vagyok elodázni, hogy még egy igére szükségem van, még egy megerősítésre szükségem van. Miért kísértetek engem? Kérdezi Jézus. Őt azzal kísértik ott és akkor, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak.
Istennek humora van, nekünk pedig humorérzéket adott. Ugyanis még mindig a templomban játszódnak az események, ahová tilos volt pogány dolgokat bevinni. Az igazán hívő zsidó ember nem szerette a dénárt, mert a császárnak a képe van rajta. Ami azt jelenti, hogy bálványimádás, mert valakinek a képe rákerült. Mégis mi történik bent a szent térben, ahol Jézus tanít? Megkérdik az adópénzről, és ahová tilos volt bevinni az adópénzt, a pogánypénzt, ott azt mondja, hogy mutassatok nekem egy dénárt. És lám, rögtön van, aki előkapja, mert ott van nála. Pedig ez nem volt szabad. Azzal zárja, adjátok meg Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császári. Ne tartozz senkinek. Add meg az államnak az adót, és add meg Istennek azt, aminek régen az övének kellene lennie. A szívedet, az életedet. Teljesen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy lehetünk a tiéd, úgy, ahogyan vagyunk. A magunk családságában, a magunk képmutatásával, a magunk Isten kísértésével. Köszönjük, hogy te így is elfogadsz minket, hogy megtisztíts és megszabadíts bűneinkből. Tégy így, Istenünk. Áld meg, kérünk, ezt a mai napunkat. Hadd láthassuk meg, hogy mennyire jó dolgunk van másokhoz képest. Kérünk azokért a keresztényekért, akiket üldöznek. Te add nekik szent lelked vezetését, hogy tudjanak bölcsen szólni, és ha kell bizonyságot tenni rólad, erősítsd meg őket, Urunk. Imádkozunk azokért, akiknek gyász van a szívében, hogy te légy a vigasztalójuk. Légy, kérünk, Istenünk, a mai napon is mi velünk, és legyen meg mindenben a te akaratod. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!